my fuser dance we must learn. Into the night we will turn. Time holds the secrets of our song. Moments are given, then gone. Come, have this dance with me, darling. I'll hold you tight till the dawn. Na, sziasztok! Ezúttal a Poste-ságát mutatom be nektek. A mannak ugye a második évadát, meg az elsőről már hallhattatok ezt-azt. Azt tudni kell, hogy sajnos vagy nem sajnos, jó ideig ugye nem volt videó a csatornán, ez annak tudja, hogy legyen szeg a trakkóval költöztem, és most ez az első onnan hallható videó, de majd lesz az országról is külön egy videó egyébként. Aztán, ami még mindenképp fontos, az nem más, mint hogy új mikrofon van, de annyit állított rajta, és már igazából kétszer csináltam már ezt az adást, csak sajnos szar volt a minősége a hangnak. Most újra meg kell csinálnom, és ebben fel harmadjára, és hát remélem, hogy tényleg jó. A mikrofon az új Stars, Trust nevű márka, Stars mikrofonja, lehet, hogy azért hívják annak, mert hasonlóan a Sztárukhoz idézőjelbe, a koncerteken, a műsorvezetők esetében a sorolatnám volt, stúdiókban kézzel is hordozható és használható mikrofonról van szó, ahol viszont lehetőségünk van álmait is használni, tehát ez egy nagyon jó lehetőség, főleg 2700 forintért. No, de hát térjünk át a lényegre. A Poste-sága 2 az a másik évadának, amely itt csak 4 részes már, az előző évad 6 része, amelyiket jót tesz neki, és összességében azt kell mondanom, hogy ennek ellenére még inkább jobb karakterjelentéseket, felelősséget láthatom. Ugye az előző évadban leginkább John, és bocsánat, nem John, hanem Soames, az Emil Lewis karaktere, illetve Elaine, azaz Gina McKee karaktere voltak a középpontban. Ezután, miután az első oldalán oslatás forrálékkal mutatom el, egy érdekes húzással, bár szapalvák egyszerűen minden olyan érdekessel, ugye Soames és Elaine kapcsolata hát szétment, mondjuk ezt az időszakot nézve nem csoda, nem volt csoda, viszont Johnny Forsythe-tal, ugye Soames unokatestvérével jött össze itt szakban a karrierem. Majd pedig ugye Soames új totálisan érdekfeleség, francia érdekfelesége pedig végre hosszú idő után gyereket szült. Ez az egy kislány, Damien Lewis-nak, köszönöm, hogy a karakternek Soames-nak, és pedig, sőt, talán egy időben majdnem, Gina McKee, egy karakter Eileen, és gyereket szült egy kisfiút. Ugye, Jonathan-nak, tehát az egész egy családnak értem szülően. És itt a másik évadnál azt láthatjuk, hogy sajnos újra jönnek a régi sérelmek a két szülőnő is, azáltal a gyerekeik is egymásban szeretnek. Ugye egy Flóról van szó, vagy Flóról, bocsánat, és Emma Griffiths mellén játszani, és ezen kívül még John Forsythe-ról van szó, aki pedig Eve Williams eljátszik. Azt gondolom, hogy a színészetben van jó. De a karakterjelentésük olyan szempontból egész jó, hogy láthatjuk bennük az ott rejlő Soames-i jellemzőket a lány esetén, ahogy és milyen erőszakosan udvarol szinte is történt előre, és nem csak az udvarlásba sokszor. És láthatjuk, hogy John Forsythe esetén a Elaine-i jellemzőt igazság szerint ezt jól megoldották, illetve azt, hogy az ő szerelmük hogyan forrasztja újra fel. Forradalomként szinte a régi sérelmeket és visszájákat. Ami nagyon tetszett is volt, hogy nem hollywoodi szirupos titanikféle, és nem is veszekedés, mint a amerikai szappanunk, hanem aki egy árát kapott az a kapcsolatuk. Nem, a kettő között egy elég érdekes zárólás alakult ki, viszont nem láthatjuk a totális lezárását igazából sem Johnnak, sem Körnek. Mind a kettőjük elindul igazából egy életszakaszon, elkezdődik egy életszakasz számára, néha szó szerint is
és területet is váltva. Nem akarom mondani teljesen nektek, de lényeg az, hogy érdekes csavar. Meg a Downton Abbey sem mindig volt ilyen. Az volt a másik nagyon jó korszakot. Jelmezes, vagy hát ugye kosztüm és romantikus dráma. A kérdéseikben ezt a két sorozatot lehet őket szerintem kiemelni ebből a sorozatból. És hát itt ezzel a csavar azért megtenést tudtak oldani, illetve a végén, a legvégén az záráskép másik évadnak nagyon szép lezárása volt, Daniel Lewis, Somsa és ugye Gyöneki Irénye egy nagyon szép íves lezárás kapott, hiszen nagyon jó rímelet idézője be az első évad első egy-kettő részével, és szintén nem mondhatunk itt, amit a nyaladzás, vagy sírás, és időjárulzás, és nem mondhatunk veszekedés zárása, mert egy nagyon szép, a nézők számára nagyon megható, főleg azok után, amikor történt a két karakter és a gyerekeikkel, nagyon megható, igazából egyességet láthatunk, ami egy majd régi szép lezárás. Úgyrészt a kapcsolatukat, illetve másrészt pedig így az egész sorozat tekintetében is. Igazából az ő kapcsolati korbácsolható az egész alapötletük a sorozatnak, és annó a regénynek, amivel készült, és ezt szépen zárták. Tehát viszont nem láthatjuk John, és nem láthatjuk Fleur, ahogy mondottam, új életszakaszának az első lépés, és leginkább John, akkor konkrétan nem látjuk, ez hiányoltam en rossztól. Illetve John és Fleur, mint színész szerintem voltak már jobb, már azt érzem, hogy játszották őket, és nagyon sokszor az első két évben is egy ilyen két részes oldal jelentettem, de előjött nálunk a szappan a barátok is, a időzás is. Meg a könnyen kitalálható következmények. Viszont rajtunk kívül van még jó pár érdekes szál, ott van például ugye Winnie Cred, és hát egy idő után már ex-férjének szála, ugye a viszálkos és nagy szerencsejátékos férj, akinek viszont ugye az első, vagy a másik az elején még vannak gondjai, de láttunk egy szintén nagy változást, hiszen megtudja, megtanulja azt, hogy hol van az a mértékalmát. Tényleg abba kell lenni, és nem kell játszani a szerencsével, és nem kell amit inni. Ez is egy jó tanulság, és az úgy van megoldva, hogy nem nagyon mondhatják ki, inkább csak sugalják. Bár van egy kitartó, aki a karakternek nagyon beszélődött ilyen tekintetben. Aztán láthatjuk a 20-as éveket, például a 90-as éveket, hiszen 15 évvel talán később kezdődik az egész tudományközönyzet, és láthatjuk a modernitás versus konzervativizmus kérdéskörét is. Egyrészt vicces módon sokszor akár a Soames karakterénket, aki nagyon is konzervatív próbál elállni valami. Ennek ellenére ráerőltetik a 20-as években, inkább Amerikától átvett stílus, vagy például a ugye a Mozart Never Gangster Forgot között láthatjuk a jazz, a blues, a jazz, illetve az akkori öltözékek, táncok és a modern művészetek előadása, ez mind jelen van benne. Például a Saint Juliet volt ugye a most a nővére ugye Johnnak, ő például modern festménytárlatot hívjuk, ez is a modern képekkel, szeretné modern táncokat de nem csak ő a legtöbb korabeli mindenképp, illetve a Soames felesége ugye szintén ezt láthatjuk rajta. És még össze is jön egy nála 10-20 évvel előtt, egy rövidei 10-20 évvel idősebb, tipikusan ilyen laza amerikai udvarlással előadatodó és laza éles stílussal lévő emberrel, de ez csak aztán a valószínűleg egy rövidebb lesz, amiről viszont de elég sokan tudnak egy idő után, és kérdés lesz, hogy hozzá milyen kis kell szappanok alá, mert meglepődik. Tehát láthatjuk azt is, hogy az idősek versus fiatalok igazából hogy vannak egymással, hogy vannak a konzervatív értékekkel, hogy vannak a modernitással. Tehát ezek az ellentét is jelen volt a sorozatban. Úgy én nekem ezek miatt is egy kicsivel jobban tetszett, mint az első évad, úgyhogy egy ilyen 83 szavazatot adnék neki. A negatívok egy része benne maradt, szappanok alá kicsi időzás, de rövidebb évadat kaptunk, érdekes karakter, felületesekkel, jelentősekkel, és hát egy korrajzzal és annak hatásaival. Úgyhogy én nekem ez tetszett, nem is nektek tetszett, és ezzel a Downton Abbey mellett
Azért az a sorozat, a kosztümös sorozatokon belül tényleg egész jó helyet foglal. A régi 67-es változat sokkal hosszabb volt, mert 20-30 rész volt, és fekete-fehér volt. Hát itt nincsen nyelnyújtás azért, és sokkal jobb azért, jobban adják a korlázat is, például a színes világ, mint a fekete-fehér. Na hát ennyit akartam mondani, úgy tudom, tőletek, sziasztok!